Viselőtársaink kedves vendégek. Minden ünnep a visszatekintés és a remény örök pillanata. Az ünnep az élet egyik legfontosabb eseménye. Márai Sándor, aki a lelke mélyéig örök Budapesti is maradt aktívra. Ha az ünnep elérhetik az életet, akkor ünnepelj egészen, és figyelj az életet. Nekünk, budapesti polgároknak, becses hagyományként is üzenetként marad meg az a 140 évvel ezelőtti nap, amikor 1873. november 17-én a főváros akkori tanácsa az addigi előjáróságokon átvette az ügyek vitelét, és megtette az egységes Budapest irányítását. Akkor is tudták, milyen fontos, hogy az országnak egységes főváros legyen. Mindez természetesen nem volt szerezményekes. A jelentős középkori történelemmel rendelkező városrészek Buda, Óbuda és Pest már a 19. század elejétől az egyesülés felé haladtak. Folyamatokat kétségkívül felgyorsította a rekordkor nagy lendülete, kétségi megvalósuló tervei, az iparosodás, a városi népesség gyarapodása. A Lánchíd pedig nem csak jelképesen, hanem a maga valóságában is összekötötte a Duna két partján a szerződést. Hosszú lenne felsorolni mindazok nevét, akik az egységes Budapest megteremtéséért fáradoztak. Bevallom, nekem a szívemhez legközelebbi, és akinek a fényképét szobának falán mai győzöm, Harrer Pál. Ez nem csak azért van, mert egykoron óbudai polgármester volt, eminőségében és elnevezésében egyetlen emlékezünk. Nem csak azért, mert halálának 100. évfordulójára emlékezünk rövidesen, hanem elsősorban előrelátását és kitartó szorgalmát tartom nagyra. Meglátni a lehetőséget, és hozzáértéssel, türelemmel, lépésről lépésre megvalósítani a jó terveket, úgy hiszem, hogy mindez minden korban, minden városépítőnek, tisztségviselőnek kötelessége. Azokat ünnepeljük most is, akik így cselekedtek. A mai napon kitüntetettek élete és munkássága erre szolgálnak. Tisztelt barátaim! Bár a tradíció és a jövő építése, a hagyományok megőrzése és az értékteremtés a kezdetektől jelen voltak a városalapítók tetteiben, a gyors fejlődés komoly terveket is jelentett. A lakásállomány minőségi romlása, az állagmenet, a megúvások elmaradása nem új keletkező. Ehhez sorakozik még, hogy a rendszerváltozás utáni két évtized város vezetése alatt a minőségi tervezésben jelentős lemaradások keletkeztek. Természetesen volt, ami megépült, korszerűsödött is, volt, ami nem épült, pedig sokszor ígérték, de a kellő összhang az egymást váltó ciklusok terveiben soha nem volt meg. Sok feladatot és súlyos terveket örököltünk, a források pedig folyamatosan szűkültek. Az elmúlt évek erőfeszítései azonban számos biztató jelzőt adnak. Nem arra gondolok, hogy sok a munkagödör, útakadály, és előfordul, hogy ultimátum szerűen intézkedni kell. De kétség kívül is, hogy a most folyó építkezések nyomán sok minden meg fog újulni. Megújul a belváros, félkállamátér, valószínűleg fog járni a 4-es metró is, a kormányzat támogatásával és közös összefogással jelenleg 27 darab 50 milliónál nagyobb euróról beszélek, beruházás készítünk elő. Nem mindent és nem egyszerre lehetést kell megoldani, de átgondoltan tudunk és képesek vagyunk előre lépni, nem csak fenntartani az élhető város, hanem előrébbinni is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budapest természeti szépségei, építészeti különlegességei, a város hangulata, kulturális kínálata mindig becses nincs volt, és az is maradt. Budapesten lakni már a század elején élet formává vált. Ismeretes, hogy bárhol honnan is ügyes, aki úgy szerette ezt a város,
különböző fesztiválokra pihenni, felüdülni a város világhírű gyógyfürdőiben, vagy akár járni egyet a magazinjaiban. Mostanában a világ élvonalbeli magazinjai, a különböző hírforrások visszatérően beszámolnak arról, hogy Budapest ma az egyik legvonzóbb turisztikai célpont. Jó lecsőértéssel mondhatom ezt, a város alapításának napján tudatában kell lennünk annak is, hogy azok az értékek, amelyek az alapítás óta meghatározzák a város arculatát, ma is ugyanolyan fontosak, óvásuk és gondozásuk pedig közös cél. Ezeket sem átírni, sem felgyújni, sem gyökeresen megváltoztatni. Az értékek alapítása emberi munka. Ezért az ünnepek elválaszthatatlanul hozzátartozik, hogy megemlékezzünk azokról, akik sokat tettek, tesznek mindezért. Budapest születésnapján a város alkotókat ünnepeljük. Az ő utódaim, akik kitüntetettek. Művészek, tanárok, orvosok, sportolók, városvédők, a közszolgálatban kiválóan teljesítők, akik nehezebb körülmények mellett is maradandót alkottak. Munkájuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Budapest jó híre, elleni rangja növekedjék. Nélkülük elképzelhetetlen lenne a főváros biztonságos és megfelelő színvonalú működése. Közülük sokan mentettek életet, mások tárgyi vagy szellemi értéket őriznek, esetleg gyarapítják a rendet. Jó tudni, hogy köztünk vannak, velünk vannak, amikor baj van. Jó látni a tudományban, a művészetben, egy-egy szakmában vagy a sportban elért értékes eredményeket. Közben is vannak, akik egész életpályájukat töltötték a közügyek a város szolgálatában. Mások a szabad idejüket áldozták el. A most kitüntetettek többsége bizonyára mondja, ha megkérdezzük, hogy csak tették a dolgokat. Végezték, amit elvállaltak, hogy rájöttek. Ez minden, mondják ők. Igen, de ez a legtöbb, a legbecsesebb. Köszönjük nekik. Köszönet érte a főváros egész közgyűlése és a főváros egész nevében. Szívből gratulálok mindenkit. Köszönöm.